A műsor helyszínét a Fészek Művészklub biztosította. Jó estét kívánok, Csákányi Eszter a Bóta Café vendége. Mindannyian ismerik, és hát rengeteget tudnak róla, tudják, hogy Kaposvári színház volt egy jó ideig, aztán Katona, Krétakör, most Törkény, Szabadúszás, és hogy hát imádja ezt a dolgot csinálni, ugye azt szoktam mondani, hogy nála összefolyik az élet, meg a színház, meg, meg úgy, meg úgy ford, fordítva, de hát aztán nyilván néha válságok is vannak, ezekről majd mind beszélünk, de most először ezt jössz valahonnan, ami egy érdekes, kicsit cserebeljön is kellett az időpontot, ugye a Kurka Jánossal csináltatok valamit, vagy Márján. nál? Igen, most ez képzeld el mert a Jancsi is covidos te tehát ez a mai napon, amit agyba szerveztünk, Igen? és iszonyú cukin mindent vállaltál, és ide cseréltünk oda, plusz még lett volna egy castingom délelőtt, a casting is elmaradt, a János Covidos, tehát az is elmaradt. De mi lett volna? Akkor tehát a Jánosnak van. lesz egy, készül egy lemeze, ami Aha. nagyon izgalmas és egy újfasta stílus, és írtak neki egy pár számot, és ennek lenne egy, majd ez jövő hétre csúszik, egy kis verkfilm, hogy Aha. a házában a barátai meglepik őt. És boldog vagyok, hogy a barátán barátjának tart. Hát Úgy, hogy volt persze, közös estetek is. Nem? Hát nem csak közös estünk, hát, hát a 30 is. éve, 40 éve ismerem, tehát rengeteg élmény. rengeteget játszottunk együtt, rengeteget nyaraltunk együtt. Mi tényleg, tényleg igazi, barátok vagyunk. A mai napig. Hány van ilyen? Nincs sok. <laughs> nincs sok igazi barát, nincs sok. Mondasz még, vagy tudhatjuk uh, őket? Ne. Nem? Meg, meg nem, nem is mindenki uh, szakmabeli. Aha. Tehát uh, civil emberek is vannak. Uh, ez, uh, ezt megfigyeltem a, a szüleimnél is, bár én nem, nem sokáig éltem velük. 22 éves koromig éltem a szüleimmel, aztán ugye lementem Kaposvára. De hogy uh, ott is volt egy ilyen baráti társaság, és az évek múltával az úgy úgy leszűkült. Tehát azt úgy megfigyeltem, hogy, hogy valahogy úgy, és nem, nem feltétlenül a halál okok miatt, hanem valahogy úgy más, a, más már az érték, meg hogy tényleg kiderül egy csomó szituációban, hogy tényleg ki a barát. Uh -huh. Tehát mondjuk egy, egy az emberrel történik egy baleset, vagy bármi, és akkor az, az olyan erősen lehet érezni, hogy ki érdeklődik, Mondjuk, ha tél, ki tél, két, tél, például, gondolsz, igen, például, például és csak igen. És akkor, akkor volt, aki nem is érdeklődött De nem, kórházba, de én ezen nem, hogy mondjam, én, én ezen különben, én az a fajta ember vagyok, aki dolgozom azon, hogy legyenek barátaim. Tehát én azt nem sértődök. Hát úgy, hogy ha érzem, hogy egy picit lankadnak a dolgok, akkor, akkor valahogy mégis fölhívom. Tehát én nem sértődök meg azon, hogy nem keresnek, vagy valami. Tehát, ami, tehát ezen dolgozni kell. Tehát én ezt tudom. Tehát ez nem, nem, úgy van, hogy majd majd keresnek téged, hanem aki téged is érdekel igazából, azt, azt nekem ápolni kell, azt a kapcsolatot. Hmm. Az előbb szó volt a szüleidről, ugye egyiküket mindenki ismeri, minden Igen. mai napig, Csákányi Lászlót, az egészen kiváló színészt, de egyszer nem tudom, emlékszel beszéltünk mi a mamádról is. Na, ma aki aki nem volt szakma belé, hanem, vendéglátos, vendéglát 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 volt, és állítólag hát minden lepukat üzletet rá lehetett bírni. Csodálatos, fél, fél, fél év alatt rendben. Igen, szenten. hát én nagyon tehetség, de így, így fej. Fogalmazunk, <laughs> a mamám is nagyon tehetséges volt a magas szakmájában, és lehet, hogy azt akkor elmeséltem, de ő a, a Dominics utcában volt egy ilyen presszó, hogy Capri presszó. Uh -huh. Hát én akkor még kislány voltam, én ezt csak így ö, idősebb koromban tudtam, hogy az anyám ott volt vezető a kapriba, és ö, ö, rengetegen jártak hozzá. Tehát ö, és, és megtudtam a titkot, hogy miért és mennyire profi volt, hogy ott reggel nyolckor nyílt a, a, de most nagyon régi időről beszélünk, mm. tehát 50 évről, 50 év, csak mondom, hogy akkor nem mennyire fejlett volt a világ, és akkor nyolckor indult a presszó, és akkor a mamámnál nyolckor már lehetett kávét kapni. Tehát nem az volt, hogy akkor kapcsolták be a gépet, és akkor még várni kell 20 percet, hanem az édesanyámnál nyolckor indult az élet. És gondolom az se volt, hogy zárás előtt 20 perc. Igen, igen, pontosan, már nincs, így nincs van, kávé. Így van, így van. És, és, tudom, hogy a fagy is le volt fagyasztva, tehát rettentően elvárta és kritikusan élte az életét és szigorú is volt tudom de tényleg zseniális Te volt. Gyerekként is, zseniális. egyébként a mamád üzleteibe lógtál vagy inkább a papád öltözőjébe lógtál? Nem, hát logtál, nem vagy egyáltalán, egyik apám, egyáltalán nem nem, nem voltál így színházi gyerek nem, vagy? Nem, vagy nem, 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 egyáltalán nem. És az anyúval se oda se nagyon jártam. A, amikor gimnazista lettem, akkor ö, megoldottuk a nyarakat, hogy egy kicsit a presszóba dolgoztam, és fagyit árultam, Aha. és ö, és akkor egy kis pénzt kerestem. És akkor én nekem is nagyon szigorúan be kellett hétre menni. De az Hogy... ember mustrának is jó, nem? Tessék? A, fa a fagyjárulás ember mustrának is jó. ember mustrának késő... zseniális. Ugye? Tehát ö, olyan, olyan ö, abszurd. tehát abszurd fagyisnak lenni, hogy ö, izgalmas nem volt. Nagyon. Miben abszurd? Hát mert hogy milyenek az emberek, tehát milyenek? nem akarok nagyon kritikus lenni. Abban az időben ki, az két forint volt akkor egy fagyi, és ez az olasz fagyi volt, ez Aha. a csavart. És akkor ki volt írva, hogy Csoki Vanília. Ki volt írva, hogy Csoki Vanília, két forint. Mm -hmm. És akkor jöttek kérni egy forintért málnát. És, és akkor ez, most ezen te ne de Igen. én egy idő múlva már nagyon pipa voltam, és végre valaki azt mondta, hogy kérek egy fagyit, és csak ennyit kért, tehát hogy tudtam, Igen. hogy csoki vanília két forint, annak akkor átadtam, mert tehát nagyon ritka volt, ritka volt, és volt ö, ö, nagyon szuper harcom is, ö, mert nem lehetett adni egy forintos, tehát az volt a a lehetőség, hogy akkor meg odadom a, a kettő forintot, és akarja, akkor én még egy töltsérel én leválasztom és odadom. Aha. Tehát ez volt az üzlet. És, és, akkor volt egy ilyen ember, és akkor mondta, hogy de neki csak egy forintot, nem tudok adni egy forintot, értse meg szívesen, de ő neki két felé kell, mondom, meg fogom oldani. És ketté választottam, odattam, és be, benyomta rám. Hát akkor még egy ilyen kis kutricába ültünk. Mi, hogy ugye te, a, a, a visszadobta, igen, vissz, visszadobta rám a fagyit. Mert hogy neki majd a másik kell, mert neki csak egy kell, ja, érted? Érte. És akkor én annyira, hát már akkor sem voltam egyszerű, és én visszadobtam rá. Ah, Amiben rád. volt, igen. Iszonyú botrány. Üzletvezető minden anyám ilyenkor akkor nem vállalta, hogy az édesanyám, tehát ment a izé, a feljelentés, meg nem tudom, tehát nagyon. És akkor mondta az anyám, hogy sajnos Eszter, előtte is mondta, hogy mindig a vendégnek van igaza. Tehát teljesen mindegy, tehát hogy ő bedobja rád, nem, nem lehet visszadobni rá, de mindegy, Aztán ezzel nagyon sokat nevettünk, meg azon is nagyon nevettem, hogy akkor ö, utolsó nap voltam már, tényleg már azért úgy, hát egy gimnazista voltam, már akartam nyaralni, utolsó nap voltam, és be kellett egy órával korábban menni, és akkor az úgy volt az a fagyi cucc, hogy így föl kellett önteni. Hát egy olyan 5 litert vagy 10 liter sokat, tudod, Aha. ami majd lefagy. És hát nyilvánvalóan már nem akartam. A lényeg az, hogy reggel hétkor az egészet így magamra. Akar, a mánafaj, az mána volt, és tudom, emlékszem, hogy ilyen csöpögő fagylaltal így végig szaplattam az üzleten, és így megálltam az anyám előtt, aki így elájult, és azt mondta, hogy takarodj haza, takarodj haza. És akkor idáig álltam Málna, akkor ez volt, tehát ezért Mondtad, szellemes. hogy már akkor is. Akkor is mi? Tehát, hogy Ánda horgat fel az... Tehát nem voltál -e egyszerű ez? Mit jelent Hát az, hogy, hogy -e mindig egyszerű. nyilvánvaló, kihívtam a sorsod, meg izgatott. Tehát nem de mit... miben? Miben hívtad ki a sorsot? Hát például, például. egy ilyet, hogy ő, ő, megmertem ezt tenni, hogy rádobom a. a jó, vendégre. aztán még mi volt? De, de, de minden, hát ő, hogy mondjam, hát az életet élem. Iskolában is. Hát domát, az iskolai világban. Isko olyan közepesen tanultam, és akkor mindig azt mondták az iskolában, hogy úgyis színész lesz. Tehát valahogy ilyen, éle, hogy most így mondjam, ilyen életre való volt. És te is úgy gondoltad, hogy úgyis színész leszel? Ö, hát azért. Tehát ugye most ez majd úgyis nyilvánvalóan a barisnikor is fogunk beszélni. Persze. Tehát én azért táncoltam sokat. Tehát Ját, én, a Baletintézetben jelentkeztem. E ez jó, de én a Fini. Fel. Tehát én, én 18 éves koromig játszom színpadi táncra. Tehát ott hetente kétszer foglalkoztam tánccal, adás volt, tehát föl kellett lépni, és akkor ez négy éves koromtól volt ez a dolog, és akkor hogy mondjam, tehát az, az úgy hamar kiderülhetett, vagy én is jól éreztem magam, hogy én azt úgy szeretem Sőt, magam után. évesen valamiben benne volt hát, hát jó, a Kamillal, igen. Igen, az az egy, igen, a kamilla Igen, mint, most a játékszín. Igen. És akkor a feleki Kamilla, aki nagyon jó barátja volt édesapámnak, ö, neki volt egy ilyen száma, a, egy újságíró, meg a kislánya. Történet, Aha. És a kislány persze mindent félreért, és az állati szellemes volt a jelenet. És akkor nagy nehezen rávette az aput, bár nem akarta meg, én, én mondtam, hogy próbáljuk ki, hát úgyse olyan sűrű, meg nem tudom, és akkor az, hát ugye az egy, hogy mondjam, ment két hónapig. Tehát ott az volt a rendszer, hogy bemutattak valamit, és akkor ment két hónapig, és bemutattak Igen. a következőt. És akkor, és akkor azt én nagyon szerettem. Tehát azt nagyon szerettem, de az édesapám az tényleg nagyon szigorú volt, és mondta, hogy nincs, nincs, tehát le, és majd aztán. Tehát nem, nem akarta, de teljesen egyetértettem vele. Uh -huh. És azzal, hogy színművészetire nem kellett, Az azzal nyilván nem értette egyet. Hát azt nem értette. Azt gondoltad, hogy, hogy hülyék? Tehát, hogy nem lát? Nem, az a első évben teltsége. való. Jó, de hát persze, hát most miről beszélünk? 18 évesen én tényleg, én, én alapvetően egy ilyen érő típus voltam, és öm, talán ez a szerencsém most már, hogy ilyen idős vagyok, hogy ez még mindig, <laughs> ez még nem vagyok annyi idős, mint amennyi vagyok. Tehát, hogy ez így működött, vagy talán most is működik, hogy nem nézek ki annyinak talán, mint amennyi vagyok, de, de 18 évesen én még azért egy éretlen kamasz voltam szó hát, szerint. Hát kislány. Persze, ellen. de, de közben meg ugye az ember azt gondolja, hogy hát egy főiskolára Ö, nem, nem kész emberek mennek, tehát nyilvánvaló egy kamasz is lényeges Lényeg az, szóval hogy először... magyarul meg lehetett volna valószínűleg benned látni a abszolút, tehetséget, a jó színész. Abszolút, abszolút. De, de az, nem... ami már megmutatkozott szerinted, tehát amit megláthattad volna. Ö, nem tudom, hát vidám verseket vittem, Ö, aztán nagyon-nagyon Adi andré, tehát hogy volt, mert nagyon szerettem a drámai verseket, tehát hogy így ugye a két vég lett, most, ezt, most csak most fogalmazom meg, ahogy veled Aha. beszélek, tehát én akkor nem, csak az érdeklődési köröm is olyan volt, hogy hogy ilyen szélsőséges, hmm. és a másik meg az nagyon lényeges, és ez, ez úgy meghatározhatta az életemet, meg azt, hogy én a Kaposvárt választottam, hogy nagyon nem nem olyan akartam lenni, mint a többi. Tehát nem, nem azokat a monológokat vittem, és nem azokat a verseket, mint amit általában vittek. Mert azt úgy lehetett tudni, hogy mi az a társ. Sirály, vagy Liliom, vagy Ibolya, vagy stb. Tehát úgy lehetett tudni, és mindig, már akkor is ugyan, olyat, amit nem. Második. De őt azért, azért úgy akarták kinézni, ahogy úgy mond színésznőket. Na jó, hát Tehát, ez, ez ilyen egy jó magasított, Igen, szípőle. olyan Állati színes cuccok. Hát a színes cuccok, az mindig az volt, mai, hanem, hanem, hogy így próbáltam a személyiségemtől egy picit távolabbi alkatot mutatni. És, és ebbe volt csodálatos többek között a Kaposvár, hogy, hogy így megerősítette, hogy, hogy a személyiségedet vállalt. Tehát ami van, azt kell használni. De ott állítólag, ha jól olvastam, én ott Bognár Sándor, ugye csak a Nemzeti jártam, többen elmondják, hogy elképesztő tényleg, de, de, télek. Hát, Tudom azt a történetet, hogy valami miatt nem kerültél be a bankbámba, statisztán, és nem értette, hogy Igen. miért. És akkor azt mondta neked, hogy nem a tehetségeddel van, van baj, hanem hogy alacsony így vagy és történt. csúnya. Hát Na ezt a csúnyát, ezt így nem mondta így, így szerintem. Így olvastam egy interjúban. De szerintem Na nem most mondta ez, csúnya. ez olyan Ö, brutálisan hangzik, de, közt, nem, nem, de különben te a dráma az tényleg az, hogy, hogy azért nem kerültem bele, mert most már tudom, mert valóban nem volt rám ruha. Mert magasabb lányok voltak, vagy vékonyabbak. Miért a ruhák előre meg voltak? Abszolút, vagy? a bánkbánkban a, a, bánk, bánk, a statista ja. ruhák, persze. Ja, értem. Hát persze, hát az ember átvette többi stúdiósokat. Tehát én például a Mózesbe harcoltam, emlékszem, Bánsági Judikó meg Lázár Kati sapkájáért. Tehát azokat az ember örökölte. Tényleg? Hát persze. És most már tudom, hogy nem az, tényleg nem azért kerültem bele, mert nem vagyok alkos, nem volt rám ruha. Aha. Mert most ez milyen volt, amikor ő ezt mondta? de nem, mondta a csúnyát, biztos, jó, hogy bocsánat, nem mondta nem, 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 ezt olvastam, jó, de, tetszik, de igen? biztos, hogy nem mondta meg, sokkal intelligensebb és komoly volt. Nem, ő azt mondta, hogy én, én egy későn típus vagyok, és hogy eljön az én időm, tehát hogy ne izguljak, legyek türelmes. Mert, mert, mert valószínű, hogy meg fog ez történni, hogy én színész legyek, de közben meg az egészben az volt a legszebb, hogy két éves volt a Nemzeti Stúdió, tehát két Aha. évig lehetett lenni, és én ott voltam két évet, és utána mentem le Kaposvárra, de ők felajánlották, hogy maradjak még ott. Tehát, hogy akkor most esetleg majd adnak nekem kisebb szerepeket. Mm -hmm. De én tudtam, hogy nem. Tehát én kiseg... mert? Mert, mert? tudtam, hogy nem akarok statisztálni nemzetiben, mert nem fogok, nem fogok olyan lehetőséget kapni, hogy... Tehát ilyen kisebb karakterekre akartak használni, és éreztem, hogy én dolgozni akarok, meg tanulni. is. Ez... már láttál előadásokat? Én a Kaposváron nem láttam semmilyen előadást. Ott volt? ez a, Gonszott ezt is millió milliószor elmeséltem. a bo... a Zsámbékival az egy, az egy tényleg egy, tehát hogy amikor a dolgok összeérnek tehát amikor azt látod meg te amit kell. Tehát én a, mindig a minden vasárnap az édesapám szüleihez mentünk vasárnap ebédre és a, a Csákányi maminál volt a nőklapja és abban a zsámbékében volt egy riport ha. és nagyon tetszett. Nagyon tehát úgy annyira annyira hát részben ugye természetesen elképesztően okos volt de hogy olyan olyan színházról mesélt, ami, amire én úgy, azt mondtam, hogy nekem ez úgy tetszene, hogy mindenfélét csinálni, hogy, hogy, legyen egy műhely, tehát ő egy műhelyt akar, hogy együtt. És akkor tulajdonképpen ez történt, hogy, hogy táviratoztam a Zsámbékinak, hogy szeretnék jelentkezni. És akkor visszaírt, hogy, vagy visszatáviratozott, hogy, hogy, Tele van már, tele van a jövő, tehát már ugye ott is létszám volt, de szívesen meghallgatnak. Ez így volt, és akkor a komor Istvánnal, akinek szintén nem tudjuk eléggé emlegetni a nevét, ő, mert volt ő, ő az, eg ő az egész kapus színennek a, a tűze, az alaptűze, mert ő ő, dolgoz, ő hívta oda a az asarékat, tehát mindent ő, ő izzított ott fel, és tényleg még ott még az is volt egy szenzációs dolog hogy a, a komor az addig míg, míg a zsámbékék ott voltak egészen csodálatos előadásokat rendezett tehát hogy tanult a zsámbékéktől tehát ez is döbbenet volt hogy hogy milyen nagyszerű ember volt ő és színész csináló és tényleg mindig kell a nevét említeni mert már tényleg nagyon régen meghalt is és nagyon a Ős, ős, mm -hmm. ősi dolgot ő, ő talált, vagy ő, igen, ő találta ki. Tehát visszatérek erre, és akkor el, a komorral ott voltam a felvételén, és ott minden, mondtam hogy vidámat, szomorút, énekeltem, és akkor mondták, hogy most meg nem tudnak választ adni, de van egy, egy probléma, hogyha nem fog sikerülni, akkor nem azért nem fog, mert, mert nem tetszettem, hanem egyszer nincs hely, tehát nincs. Mm -hmm. nincs és akkor én mondtam, hogy mindegy, akkor is valahogy lemegyek, mindegy, valamilyen státuszba, aztán majd valami lesz. És szerencsémre szerencsémre az egyik lány az elment. Mm -hmm. És akkor így valóban, hát ez, ez is egy ilyen, nekem egy ilyen erős dolog volt, mert ugye az édesapámnak én ezt nem mondtam el, anyám tudta, nem mondtam el, mert egyszerűen, hogyha mondjuk nem sikerült vagy volna, vagy tehát nem akartam én ebbe úgy belevonni, csak a már konkrét. De a papa gondolom jobban örült volna, ha a hát, maradsz, hát, nem? Hát persze, persze, meg egy féltet, Aha. nagyon féltett. A vidéktől különben. És akkor, és akkor tényleg kaptam egy hatalmas borítékot, és abban a szerződés volt a segédszínész szerződés, és akkor tudta meg, és akkor ott, otthon volt egy ilyen érdekes szituáció, és mondtam, hogy én ezt meg fogom lépni, hogy őket elhagyom és elmegyek Kaposvára. És még volt egy, amikor levittek Kaposvára, akkor ugye egy ilyen szerencsétlen körülmények között voltunk akkor még. Nagyon lerombolt színészház, negyed magaddal, földön alvás, mert még nincs, nem volt elég ágy. És az apám így állt az ajtóba, és azt mondta, hogy gyere haza. És mondtam, hogy nem. <laughs> Mondtam, hogy nem, nem. És tulajdonképpen az anyám is mesélte, hogy azért ő örült ennek, hogy én ezt ennyire keményen akarom. És te ezt akkor már rögtön tudtad? Tehát neked kapásból a kaposvárosból. az nem, ott, ott, nem, hát az nagyon vicces volt, mert nem, nagyon vicces volt, mert amikor én oda lekerültem, azért még a régi csapatból, akik nagyon nem voltak jó. ez halljuk be, hogy a kapos előtt oda Hát az, 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 az nem volt nem volt az egy az erős, az erős. egyik legrosszabb Így, így számított. van Így van. Pontosan így van. És akkor. De, de miután olvastam ezt a cikket a Gáborral, és hallottam, vagy szembesültem ezekkel a tervekkel, gondoltam, hogy hát. Vágyok ide és akkor Ez... röv, egy ilyen elég szörnyű operetbe kerültem bele persze mert hát miért ne. Cigánybáró borzalmas és abban mi volt ha? Hát tánckar itt ja, alá, táncskan, nyilv, És uh, tudom azt hogy tehát hogy így ott is volt tehát hogy ott tényleg hogy a, idézhetném Molnár Ferenc Ivoya című darabot kicsillogtam a karból. Tényleg. És akkor az úgy, úgy már lehetett érezni, és akkor utána én Zsámbi megkaptam abban az évben a Júci szerepét az Ahogy tetszikbe, ami tulajdonképpen az jegyzi, az az előadás, a kaposvári indulást, az Ahogy tetszik, amiben a Pogány Judit első főszerepét játszotta a Márton Andrással, és ott én voltam Júci, a csodálatos parasztlány, és iszonyú boldog voltam az egész munkától, és akkor éreztem, hogy azt hiszem, hogy én most jó helyre kerültem, vagy legalábbis az ízlés az nagyon azonos. Mm -hmm. nagyon, nagyon boldog vagyok, és meg tényleg az életemnek a legfontosabb döntése volt. Igen? Minden abszolút. Mai abszolút. Mert azóta is nagyon jó döntéseim voltak, tulajdonképpen végig, de hát min minden, minden lépésem szerint. De ezt így agyasz rajta, vagy megérzed? Nem, ö, megtörténtek. Tehát amikor Kaposvártól én tudtam, hogy el fogok jönni, mert történt egy olyan ö, konfliktus, amit éreztem, hogy ez, ez, ez nem, ezt nem, 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 hogy nem tehát nem akarok tovább, mert addig mindig őszinte, ö, izgalmas ö, korszakon volt, 19 év. Tehát. És akkor történt egy olyan, éreztem, hogy ez most egy rossz sín, amit én nem akarok erre rá, és én erről nem is akarok mesélni, vagy mesélni, nem. nem. Tehát ez egy rossz sín, és én döntöttem. Ö, a, és nagyon bizarr volt az is, az is nagyon bizarr volt. Én ja, tudtam, hogy föl fogom hívni a zsámbékit, de nem mertem. Nem mertem. Aki hát akkor ugye már a, katonában katonába volt, a katonába. és nem mertem. Viszont rettentően raffinált mert ezért ezt elmesélem, mert tényleg raffinált voltam. Tehát, hogy amit el akartam érni, és amit el akarok érni, talán még most is, talán mindig sikerül. Legyünk, legyünk ilyen Biztosan, bár sok sírás van e mögött, de azért sikerül. Hogy tehát én tudtam, hogy onnan el akarok jönni, még, és még nem mertem fölívni a zsámbékit. Az mitől függ, hogy mi volt az a pont, amikor már? Mert... Hát most ezt nem akarom elmesélni, hát mondom, volt egy nem rossz... Nem, de hogy mi, amikor már merted most. De azt... nem mertem, mert ezt, ja, ezt hogy akarom elmesélni, mert, ja. hogy ez végül a ki volt de ez ja. a legcsodálatosabb. Tehát akkor ezt én eldöntöttem, és akkor egy olyan gyönyörű dolog, tehát azért mondom, hogy a pázlű, az élet pázlű az összeér, uh -huh. tehát tényleg összeér. És akkor én játszottam a Holman Péterrel egy sízgál darabot. Ez a gépíró nem nem, 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 nem. Ez egy, 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 egy kicsit, nem tudom már címét, sem szégyellem, de egy ilyen, egy ilyen kicsit olyan bulvárosabbat, nagyon jó volt, és én nagyon jól dolgoztam a Holman Péterre kis, tehát kezdő színésznőként, és tulajdonképpen most csak azért, mert, mert tényleg nagyon szerettem a Pétert, és nagyon nagy színésznek tartottam. Ott például egy nagyon fontos dolgot tanultam meg tőle, hogy ha az ember figyeli a partnert, és a partner, akkor, akkor nem lehetsz rossz. Ezt talán érted? Tehát rettentően rákapcsolódsz a jelenleg, és az ketten játszottuk, tehát más mm. nem volt benne. Tehát én másért csináltam, csak őrá és úgy éreztem, hogy jó vagyok, ennyi. És, és a Péter a művész abban az évben, a művés színháznak, a Törőcsik Mari volt, azt hiszem a, talán az igazgatója, vagy a megbízott igazgató volt egy ilyen tudat. Igen, tehát többen Ez egy pillanat. A és a, és a, és a, egy művészeti vezető, és engem a Hohmann, hogyha én valaha arra gondolok, hogy Kaposváról eljövök, akkor ők nagyon szívesen leszedzőtetnek. De én persze nem hívtam fel a homont. viszont ezt elterjesztettem. Aha. És ezt meghallott a zsámbék. Ügyes, Ugye? ügyes. Sajnos már nem vagyok ilyen ügyes. És akkor, és akkor meghallotta a Gábor, és fölhívott. És azt mondta, hogy ha ő hall egy ilyen történetet, hogy ez igaz-e, mert ha igaz, akkor ő nagyon szeretné, hogy leszerződjek a katonában. Ez, ez történt. Mennyiben volt más, mint a Kaposlár a katona? ugyanolyan volt, nem, a, szemlélet az ugyanolyan volt, csak hát figyelj, 19 év, tehát az már olyan sok, tehát már nem, egy házasságban is borzalmas, tehát hogy már nem tudtam annyi újat, nem kaptam impulzust, én már nem tudtam annyira megújulni. Most is így, hogy a életemet most már így éltem, mondjuk, tehát tényleg nagyon sok 18 éves korom óta vagyok színpadon, tehát nagyon régóta játszom, hogy olyan intenzív és hasznos, izgalmas műhelyek olyan 8-9 évig működnek. Tehát most a, most nagyot ugrok, de a Krétakör 7 év volt, de az, az egy kicsit hamar lett vége. Abban még volt legalább két, tehát abban még éreztem két, év, tehát ott még nem fáradtunk mi el. Azt tudom, hogy ez neked nagyon nagy dráma volt. Hát hogy az nagy. Az, hogy az ez nagy Schilling dráma volt, árpád. mert az, az egy óriási, óriási hét év volt. Mindez. És mi miatt jöttél el a katonába? Persze, hát az, az egy, az is egy nagy találkozás. És és éreztem, de ott az árpád fáradt el, tehát ő, ő, ő neki lett ebből a társulati lét többek között társulati létből elege, hogy mindig ezeknek az embereknek kell munkát adni. Tehát azért ez fárasztó hosszú éveken keresztül, hogy van az a 12 színész, és akkor mindig valaki, tehát mindenkinek jó kell, lenni, jól érezze magát. Ez megmondható, hogy mi, mi volt, ami miatt te átmentél oda a katonából? látszólag a katonába, hát vagy nem? Az, az nem, titok, nem, kaptam, tehát az kaptam, nem igen. titok, az nem. A katoná, vagy a kaposvára az egy dráma volt, itt nem volt dráma, itt egy találkozás volt a Sillinggel. Ő ott rendezett egy nem annyira százszázalékos sikeres Bernardát, ott, ott a vizsgálőadása ott volt, ami nem volt ezer százalékos, de félelmetesen jó volt vele a munka. És akkor ott is már azért több, mint, tehát ott is már tíz éve voltam a katonában. Tehát ott is már tényleg, tehát ezt bátran merem kimondani, hogy hogy egy ilyen hosszú idő az, az és hogy állandóan dolgozol ugyanazokkal az emberekkel, mindig ugyanazok az emberek, az, az nem tudsz annyira impulzív állapotba kerülni egy idő múlva, mert téged is már nagyon ismernek. Simán mert akkor simán be mert menni a Zsámbékéhoz? Nem, és nem hogy... simán nem mentem be, és az, az ott dráma volt, ott dráma volt a zsámbékiék felé. Illetve a zsámbékiéknál. De ez hogy történt? Bejelentkeztél? Nem, 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 nem. Hát nem? az Árpád mondta, hogy most fog egy társulatot csinálni, és nagyon szeretné, hogy leszerződjek, és mondta, hogy a sirályba az arkadjinát fölajánlja. Hát nem tudom, mi létezik színészt, aki azt mondja erre, hogy nem. Tehát, és, de hát egyáltalán mondom... Itt volt a Fészek klubban bizonyos, az az előadás. Kupola teremben. Igen, az is egy nagyon, hogy mondjam, nem, nem, tehát ezeket a most össze-vissza beszélnek, de, de biztos azt... fogod érteni. Tehát, hogy az én, én egy szélsőséges karakter voltam, vagyok, és nagyon boldog voltam, hogy emberek megismerték ezt a dolgot, és, és nem konvencionálisan osztottak szerepet, és, és az arkagyínát azt mindig általában egy nagy, a divák, idősödő divák, idősödő primadonnák játszák. És, és, az Arkadina az egy színésznő, tehát egy karakteres, erős színésznő, tehetséges, erős színésznő, és ez teljesen alkattól teljesen független, szerintem. És bízom benne, hogy, hogy ezt én be is bizonyítottam, ebben a 220-szor játszottuk, tehát nem is tudom, őrület, Bejártuk vele a világot. És akkor, tehát visszatérek a, a Zsámbéki sztorira, hogy tehát az, ő, ő, engem felkért, hogy szerződjek le. És akkor mondtam, hogy oké, okay, de hát ugye azért ezt úgy, azért úgy tisztázni kellett. És akkor egy ilyen fájdalmas bejelentés, ráadásul választások voltak, tehát nagyon az is olyan bizarr volt, hogy nem tehát ő, akkor volt a választás, és akkor, ő, akkor találkoztunk, az is csodálat. Nem volt a hely, nem tudtunk hova beülni a De hát sejtette ő, tudta, hogy éreztetett ő. Mindenki mindent érez, tehát tehetséges emberek látták, hogy mennyire jól dolgoztam vele. Teljesen meg voltam őrülve. De ő megbántodott az ember? Ő neki fájt. Ő, 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 neki annyira fájt, hogy... És ez is gyönyörűt, és ez is a nagyság története. Hogy Annyira fájt neki, hogy ő az elnök például levette arra az évadra, egy évadra. Ja, igen, amit játszottatok tehát azt Igen, 22 igen. Évig. A Hárman, és ugye, a Szírteságival és Pogányiórittal. És levette, a, a tagizmámba játszottam, azt azt is elvette, mert én mondtam, hogy valószínűleg tudom ezeket játszani, mondta, hogy akkor nem. És akkor eljött, megnézni. Ez meg nyilván neked fájt, nem? Hát, Fájt, persze, hogy fájt, de én akkor ugyanúgy, mint ahogy annak idén lementem kaposra, én is most beálltam a Kréta körbe, tehát ott nem volt kérdés. És akkor, de ez a nagysága, tehát hogy mondjam el, mert ez eljött megnézni a sirályt, és utána mindent megbocsájtott. És visszakaptam az elnöknőket, és a talizmánt is, és mert, mert, mert megérezte, hogy igen, ezt meg kellett tegyem. Közlede, hogy ugyanazon az előadáson voltam, mint, amin a mint a, a, lehet, hogy a premier, lehet, hogy a később, de az tudni, hogy, hogy, ugyanazon, de jó. és úgy Kivirült az arca úgy, úgy előadás után, Csalarad. és láttam, hogy olyan elégedett, hogy Igen. na, ez valami, amit Igen. én ritkán láttam rajta. Igen. Annyira boldogság. É, tehát, hogy... és, és olyan, de ez a nagyság érte? Tehát, hogy, mert az, hogy tényleg Te... ezek, ezek szerelmek, tehát ezek fájdalmas vállások. És Babacinak is fájt, hát az is. De de ugye ő is kapu, persze, de ő is tudta, hogy 22 vagy 19 év, tehát menni kell, tehát nem lehet, tehát nem lehet. És De közben nyilván neked is fájt, tehát miközben persze, eljöttél. Az de egy... hogy eljön az a pillanat, tudod, tehát hogy az, az a. Tehát én az, az a nagyon szép az én életemben, vagy nem tudom, hogy, hogy így, így tényleg ilyen nagyszerű műhelyekben dolgozom, vagy dolgoztam, és mindegyikben eljött ez a pillanat, hogy lépni kell. Most egy olyan szituációban vagyok, ahova léptem, hogy, hogy itt most nem is gondolok arra, hogy lépni kell, de de, hát most törkény Hát igen, azért. igen. Tehát, a... olyan értek, most oh, oh, már nincs, 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 lép, ma nincs, lépés. Na de amikor, uh, amikor végül is a Schilling mondtad, hogy neked még abba lett volna. Igen, igen. Akkor Sajnáltam. nyilván egy pillanatra a légüres térbe Hát totál, ott, 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 szabadúszó is lettem. Tehát nem is akartam. Tehát ott, ott sokáig voltam szabadúszó, szenzációs munkáim voltak, tehát azért ott hozzáteszem, hogy akkor az Orlai még akkor még nem volt ez Orlai a magánszín, Orlai igen. Tibor, és akkor így így hát én nagyszerű Tasnádi darabokban, a Fédra Fitness, Önálló Estjeim, a Parti Nagy Lajos, az Énekestem, tehát az Orlaival én én nagyon sok munkát csináltam szabadúszóként. Nagyon jó munkákat és Ö, tehát én, én, én azt tudtam, hogy én nem akarok társulathoz szerződni a, a kréta után. De ez Hova? nem lett volna logikus, hogy vissza a katonába? Hát hogyha Zsámbéka amúgy is Most mondok meg. egy kegyetlent és szépet, hogy nem biztos, hogy visszavett volna. Mert? Mert mert mer, 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 nem nem biztos, hogy visszavett volna. Ö, azt is érzem tehát, hogy kegyetlen az élet és ö, ö, s együtt idősödtünk több színésznő és, és már, már nincs hely. Tehát ö, mert nekik is kell. Tehát biztos érted és én nem akarok így. Persze nekem. és hát szóval, ide, nincs ide már hely. Mert ha már keres. elmész elmész és ők meg alapító tagok ugye. Tehát ö, már nincs hely nincs és ők nagyon jó színésznők. Tehát hogy ö, ez, egy, ez is egy bizarr dolog, hogy van, amikor már nem azért nem kell lesz, mert nem vagy jó, nem már nincs hely. Mert mm. már a te ö, ö, kortársaid ott vannak és nagyon jó. Na de meg miközben, hát ezt te mondod, hogy te tulajdonképpen 120 ig rátetted erre a szakmára az életedet, hogy lényegében szinte alig, alig volt volt magánéleted. Igen. Ö, ezt nem bántad soha? Nem. nem. Ugye Molnár Piroska szokta mondani akivel szintén ez történt Igen. végül Nem is, nem. nem. Hogy, hogy annyit ad a szakma vissza amennyit beleteszel. Nem bánunk. Nem bánunk. Tehát hogy 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 én annyi, annyit annyi dolgozom és most is tényleg elképesztő, mennyit dolgozom hogy hogy így el vagyok. Tehát, hogy nem, nem, nem hiányolom. Nem hiányolom. Azt már megfogalmaztam, azt bevallom. Tehát azt már megfogalmaztam. És ugye nekem így nagy példaképem a Irén, hogy amikor már úgy, úgy, nem fog menni bizonyos dolgok miatt, vagy mozgásképtelen leszek, vagy teljesen hülye, akkor, akkor már nem szabad csinálni. Tehát azt érzem, hogy, hogy mindenáron már nem szabad csinálni. Csak addig, amíg tudsz adni. És abszolút a 80 évesen döntött úgy, 86 éves koráigért, 80 évesen döntött úgy, hogy abba hagyja. Hát mondjuk azért az ha én 80 évig bírnám, az úgy jó lenne. Igen, én tudom, én Értem? ott rapliztam, hogy Sota 80 éves Igen. szülinapjára, Igen. miért nincs egy Cs nagy nagy jutalomjátéka hát ez az azért, a... mert... mondták, hogy már nem akarja. Igen, nem, nem akarja, mert én elmentem megnézni a madács, vagy a, a macska játékot a játékszínban, ő volt Orbán. nem volt jó. Hát nem jó, hát egy végigordított a súgó. Én. És akkor én, én, én akkor, például akkor is szembe mondom, hogy ezt miért nem mondja. Tehát jó, hogy valaki ezt nem tudja eldönteni, az is egy probléma szerintem, de hogy, hogy valaki nem mondja, hogy de hát ezt nem, nem. És akkor azért ő rájött persze, mert azért egy, tényleg egy félelmetes csaj volt, és nagyon nagy színésznő, tényleg óriási színésznő volt, modern színésznő, hogy ezt a szót használjam, és ezt ma már azt se tudják, hogy mi az, hogy modern színésznő. Tényleg Mert szépen. mi az? hát mert az. ő minden tudott tehát a Brechtől kezdve minden, minden műfajban szenzációs volt, csodálatosan énekelt, zseniálisan szinkronizált, ö, ö, félelmetesek voltak, ugye apámmal csinálták ezt a Freddy Béni, meg nem tudom, mai napig ez, ez egy óriási ez a dolog, arra, arra ez arra óriási dolog tehát egy nagyon nagy színésznő volt nagyon nagy tényleg minden tehát minden műfajban ö, félelmetesen erős volt tehát hogy visszatérjek arra hogy hogy azt már így megfogalmaztam hogy hogy tehát mindenáron nem szabad csinálni csak addig szabad csinálni amíg amíg tudod csinálni de hát te még tudod hát ha kiállsz egy önálló estel, mint a Baris akkor, akkor akkor még bíznod kell magadba Persze, hogy te hát az, az, az adjad a tested minden egyébként mindenemet, mindenemet testemet lelkemet szellememet. Az tehát az már évek óta így, így picit a gondolatomba volt hogy valamit még csinálnék, még egy önálló estet, mert már tényleg fantasztikus jókat csináltam, tehát most nem magamat, hmm. nem jó anyagokat, Parti Nagy Lajos csináltam, Brecht Kurt Weill estet a katonába, a Kulkával csináltam egy fantasztikus zenés estet, zenés önálló estet csináltam, tehát nagyon sok fajtát csináltam, hmm. és az itt benne volt, a jó, majd, ha majd, ha valami, majd úgy lesz, akkor az valami más legyen, ne ének, ne próza, hanem valami más. És akkor volt ez a vendégjáték Amerikában, New Yorkban, a Barisnyikov Színházban, meghívta a titkainkat. Ugye a ő Pintér egy, nagyon, Bélem, híres volt. egy nagyon, nagyon híres táncos volt. Nagyon híres táncos volt, színházcsináló, iskolaalapító, tehát New Yorkban él, de Franciaországban és Angliában is van iskolája, balettiskolája. De egy ilyen nagyon erős művész, elképesztően használja a korát, és lép maga is mindig előre. És még 70 éves korában is táncolt, volt a náló estje. És amikor tényleg találkoztam vele, akkor. De te is találkoztál vele? Persze, hát mm. hogy ne? Hát ez az egész történet. A titkainkkal meghívott minket De. New Yorkba, és az a. Az a Játék, ami végig kíséri az előadásomat, hogy odajött hozzám, és azt kérdezte tőlem, hogy miért nem hagyta fön a bajszát. Ez valóban megtörtént, mert én a titkainkban játszom a páncél elvtársat, aki egy bajszos férfi szeret. Tulajdonképpen, tulajdonképpen igen, e de nem annyira csak kicsit. Az is azért egy fikciós történet, de mondjuk igen. igen és, és akkor valóban, amikor a, meghívta a társulatot az irodájába, előadás után, akkor az volt az eset, hogy miért nem hagyta fel a bajszert. És ez is egy erős impulzus volt, vagy őrület. De a másik az, ami különben el is mondok a darabba, hogy, hogy egy másfél órás előadáshoz ő neki három és fél óra hosszát kell bemelegíteni, és magának már felteszi a kérdést, hogy ezért, ez, ezért érdemes-e csinálni. Tehát, és már egyre jobban érzi, hogy talán nem. Mm -hmm. Már nem, ne három és fél órát melegítve egy óra. És ez, ez, olyan erős információ. És akkor jött a pandémia, ugye az, ez lényeg, lényeges, és akkor ezen elkezdtem gondolkodni nagyon, hogy, hogy akkor most akkor ez milyen érdekes lenne, hogy egy idősödő nő, aki táncolt valaha, ö, annak egy ilyen vallomásos estje. És akkor én már régebb óta megismerkedtem a Bíró Bencélvel, aki egy nagyszerű dramaturg, és úgy meglepődtem, tehát az volt a legjobb, mert ez egy fiatal ember. Egy fiatal, Igen, fiatal, egy fiatal. <laughs> egy fiatal És de hogy nagyon szimpatizáltunk egymással, és akkor azt úgy láttam, hogy úgy ö, szereti talán, amit csinálok, vagy nem tudom, és akkor és akkor úgy megkérdeztem tőle, hogy nincs -e kedve mondjuk egy ilyet csinálnunk nekünk. És akkor mondta, hogy de van, és akkor ez, ez így nagyon hogy megörültem ennek. És akkor ezen elkezdtünk nagyon-nagyon dolgozni, és minden tiszteletem és köszönettem ennek az egész csapatnak, mert azért majd ezt elfogom a csapatnak a nevét sorolni, mert, mert mindenki szenzációsak. Hát a, a Rost hát a csinálom, ő cello. a partnerem, ő igazából az előadásnak a másik szereplője, és aztán onnantól kezdve egy olyan csapatot választottam, és akkor ez is a kaposvári tanulásból, hogy olyan emberekkel kell dolgozni, akikkel nagyon jól dolgozol, egymást erősítitek és fejlesztitek, és akkor innentől kezdve Kálmán Eszter, aki, aki, tulajdonképpen rendezte, bár ő nem szereti ezt a szót, de mondjuk ő mondott egy csomó, mindig ő döntött csomó kérdésben, de természetesen a legtöbbet a Bodor Johannával dolgoztam, mint koreográfussal, és a Bíró Bence, aki dramaturg, kitartóan járt a próbákra, mindig úgy döbbenten néztem, hogy egy egy dramatúr, hogy tudja látni, vagy cseklő, botló, idősödő színésznő, aki három mozdulatot nem tud megcsinálni végszóra. Tehát én, én, én komolyan mondom, hogy ez is egy nagyon jó tapasztalat volt, hogy ugye az előadásnak mindegy a számomra művészileg az a lényege, hogy egy nagyon laza, laza létezés. Ami éppen hogy csak markírozok, És Sőt, ez a világon van. a legnehezebb. Tehát ebben annyi munka van, hogy úgy néz ki, mintha semmit nem csinálnék, hogy azt hittem, hogy belepusztulok. Tehát, ö, ö, tehát hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztam ezen, hogy ilyen lazának tűnjön. De van, van olyan, amikor azt mondod, hogy showtime, igen, és igen, akkor igen, megjön igen, a produkción igen, belül igen, igen, a igen. attrakció. Hát, ö, igen. Igen, mondjuk az, az, az is egy kicsit szomorú tapasztalat, hogy azt hittem, hogy az én ezt jobban bírom, de hát ez is benne van a pakliba, hogy csak ennyit bírok már. De az mit jelent a csak? Hát, Tehát mit Hát hogy, hát, hogy olyan hamar kifulladok, hogy majd belehalok. Tehát, hogy az ugye bele van, bele van építve az előadásba, de az a felvételi blokk utána nem tudok megszólalni két percig, mert teljesen elfáradok. Tehát azért Azért azt hittem hogy azért ennél 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 masszívabb vagyok. De hát mitől lettem volna masszívabb. De a lényeg az hogy csak visszatérek hogy nagyon örülök hogy ez létrejött és az, itt is és el, el kell mondjam a hadszín helyet aki befogadta és mindent elkövet és mindent megtesz hogy ez a produkció létrejöjjön. A, és a másik azt is el kell mondjam hogy a hölgy válasz Tánctudio, ahol játszuk, hogy ott is minden alázat, minden segítséget megkaptam, minden. Tehát nem tudtam olyan kérést kérni, hogy ne, ne teljesítsék. Úgyhogy én, én, én nagyon boldog vagyok, hogy ez létrejött, ez az előadás, és bízom benne, hogy hogy jövőre még fogjuk sokáig sokat játszani, mert Pünkösdkor játszottam utjára, és száz ember nézte, és annyira boldog voltam, mert azt hittem, hogy már jön már fáradt, meg ízét, és nem is, és olyan, annyira boldog ugye voltam. Ugye volt egy tévéprodukció, amiben szerintem az utóbbi időszakban téged a legtöbben láttak, hát a terápia. Igen című sorozat, aminek valószínűleg még azt is köszönheted, hogy az Erkén Színházba hívott Pontosan Pontosan ezt köszönhetem valóban ott, ott találkoztam a Mácsai Pállal, és egy ilyen nagyon erős ö, két évadot csináltunk végig. Két évadot ö, játszottam vele. Én voltam az ő pszichiátere, de tehát ez egy, tehát az első perctől kezdve lehetett tudni, hogy, hogy ez egy nagyon jó pár lesz. Tehát mi, nagyon, mi tényleg nagyon jól dolgoztunk együtt, és akkor ott, ott ficeregvén egyszer így éreztetni akartam a Palival, hogy mi lenne, ha, én elmennék az örkénybe. És nagyon, nagyon, hogy érezt? Megint az ügyesség, ugye? hogy az itt már nem voltam annyira rámenős, igen. csak olyan ficerektem nála. Az mit jelent, hogy, Ö, hogy Az éreztettem. nagyon vicces volt, az is egy vicces volt, mert teljesen véletlenül egy, igen, is, orvosi helyre mentünk, Ö, mert ugyanaz a, az a, a, hogy mondják, azt tudod, aki saját, tudod, be vagy jelentve orvos, van egy neve. Mindegy. Hát ez a magán. Nem magán, ha. ez a lényeg, hogy van, a, nem tudom, hát ez a rendes orvos oda, be vagy, be vagy itatva, nem tudom. Házi orvos. Házi orvos. Igen, ha. ez a jó szó. Oda, oda ö, valami bajom volt, és akkor mondta, hogy én menjek az örkénynek a házi orvosához, de ő pont aznap jött, mint én. De az nem volt Aha. megbeszélve. Aha. És akkor ott mellette volt egy nem tudom, valami elfekvő, de nem, 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 volt valami szoba. Mondtam, hogy nem megyünk be. És akkor akkor mondtam neki, hogy annyira jó lenne, hogyha esetleg vagy, vagy nem. Most erre azért pontosan nem emlékszem, hogy, hogy fölajánlott -e, vagy mi. A lényeg az, hogy ott már tudtuk, hogy azért ebből lesz egy, ennek lesz folytatása. És akkor ott, ott jött ez a csavar, amit hát szintén nagyon köszönök nekik, hogy hogy akkor a hattyúban megbíztak az egyik főszereppel, és akkor lebetegedett a térdem, és akkor nyáron műtötték, és nem épültem föl, és megvártak ezzel a szereppel. Az szép egyébként, Igen. nem? Igen, hát nagyon. És azért bízom benne, hogy a mai napig Zsufoldházzal játszunk, és megőrülnek az emberek az előadásunk. Nagyon jó. Igen, nagyon, az én előadás. nagyon szeretem. Úgyhogy ez is egy ilyen huncutabb találkozás. A, az őrkény többfélig meddig egy ö, vége lett a pintérbélának vagy, vagy, Az hát? nem, nem az élet, nem az őrkény miatt lett vége. Nem, nem, hát ott is, hát ott is nagyon öt évig, tehát újabb és újabb darabokba. Tehát az is egy szerintem egy picit elfáradt. Tehát ő ugye, ő írja darabokat, meg meg játszik is, de nem ez a lényeg, tehát hogy mennyire inspirálod őt, hát ez... ez... De ez, ha... ez ha... hogy volt Egyszerre csak úgy tudom, hogy fölhívott. Nem, hát, hát ez egy... most... Ha nem, ez, nem? nem mindegy, ez, ez is egy érdekes történet, de nem, nem akarom ezt elmesélni. Hát pedig? Nem. Nem, mert érintve vannak emberek, és nem akarom. Az őrkényben érintve vannak emberek, és nem akarom. Hú, hát ez most már Igen, ez majd, ezt majd négy szem Nem, a lényeg az, hogy de mindegy, de ott is összeírtek a szálak, meghallotta, megértette, hogy akarok vele dolgozni, és akkor pont így, így alakult ez a dolog, és onnantól kezdve tényleg nagyon sokáig, rettentő sok darabba játszottam nála, és, és akkor az nyilvánvaló, hogy ennyi, ennyi, ennyi volt eddig. Hát én titkon persze reménykedem, hogy majd egyszer majd ír nekem egy szerepet, de, de hogy ott, ott már évek óta nem dolgozom újat, de régieket játszom. Uh -huh. Úgyhogy teljes munkakapcsolat van még persze, és nagyon szeretem, tehát egy nagyon egészen más, egészen más iskola is, és egészen más világ, De a maximalizmus az kíméletlen. És jó, bá, bocsánat. Kiméletlen és nagyon jó, hogy ilyen. Mm -hmm. Amikor nincs színház, akkor mégis mi van? Vagy nincs olyan, hogy nincs színház, mondjuk nyáron? Hát figyelj, de most, most, most nagyon durva van. De, de ez most tényleg a pandémia miatt, tehát ez, ez az a szituáció, hogy most panaszkodsz, vagy dicsekszel. Annyi munka csúszott el. Tehát én most, ami, amiről beszélhetek, valami nem beszélhetek. Ö, amiről beszéltek, hogy próbálok a madácsba, az aranyoskámba, amit a Szirtes rendez, na most az, egy, az is két éve, két éve megy. Hogy, és az most lesz majd szeptember. Mindig, mindig, és ugyanígy volt minden. A, a forgatás is, amit elkezdtem, az is csúszott. Az, az amiről az is nem, lehet beszélni, igen, az nem lehet beszélni, az a hú, de titoktartási szerződés. Hát ő nem lehet, legalábbis nem vagyok még lenyilatkozva, és addig nem lehet. Aha. Már különben a film már nyilatkozva de van, ez de ez én egy nem gondolok. Vagy vagy egy sorozat. sorozat? Aha. És tehát... Mind összecsúszott. Tehát ö, egyszerűen azt hittem, hogy, hogy ö, tényleg egyszerre két helyen próbálni, plusz forgatni, Plusz, tehát, na. nem is a régebben nem lett volna. Tudom, ilyen, de. Hogy próbáltál ez... délelőtt más, délután más, aztán este játszottál, és még éjjel is csináltál valamit. Hát akkor mentünk műszorban. a pogányjal persze, ő. akkor mentünk föl Kapusvára, beültünk az autóba, és följöttünk éjszaka játszani a telepohár, meg televáró a vidám színpadra, amit a Verebes rendezett, szenzációs volt. És akkor, amikor érkeztünk 11-kor, vagy fél 12-kor, mert ez egy esti előadást az, az 8-kor, vagy 9-kor, vagy 10-kor kezdődött, és mi a második, és akkor mindig mondták hogy megjöttek Kaposvárról, és akkor öt, 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 <laughs> Ja, tehát, hogy ez direkt a második részben volt, tehát Minden volt. De remélem, hogy minden lesz még. Azért nagyon bízom benne. Van, amire vágysz még? Hát már minden, minden. Tehát jó munkákra. Ez, ez, ez nagyon fontos nekem. Jó találkozásokra. De miután tényleg az nagyon jó érzés, hogy ugye, nő föl a fiatal generáció, és tényleg nagyon izgalmas színázakat csinálnak, hogy hogy így érdeklődnek irántam, és ez jó esik most, egy, most volt nemrég a Nemzet Özvegye darabnak a bemutatója, amit a Kelemen Kristóf rendezett, és ő írt, hát ő is egy fiatal generáció, nagyszerű, izgalmas ígérete, és őnála is játszom, tehát hogy jó érzés, hogy a fiatalok úgy gondolnak rám. Köszönöm szépen, hogy Én is. És önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Csákányi Eszter volt a Bóta Café vendége, viszontlátásra!